Pálinkás József akadémikus Orbán Viktor miniszterelnökkel, akkor még a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökeként. A hivatal pályázatokon keresztül osztja szét a kutatásokra szánt állami és uniós pénzeket. Pálinkás Józsefet júniusban menesztették a hivatal éléről, akkor már működött az Innovációs és Technológiai Minisztérium Palkovics László vezetésével. Menesztésének előzményéről is beszél Pálinkás József a Magyarul Balóval mai adásában. Azt mondta, az új miniszterről is egyeztetett a kormányfővel. Számos kérdést érintettünk, azt a kérdést is föltette, hogy tudok-e Palkovicsal együtt dolgozni, mondtam, hogy valószínűleg nem. Ez ilyen egyenesen? Persze. Palkovics László kinevezése után nem sokkal bejelentette, átalakítják a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozását is. Az intézmény támogatása háromnegyedét a minisztériumon keresztül kapja majd meg, akkor ezt a hatékonysággal magyarázta. Az Európai Unió versenyképesnek kell lenni a tudományos kutatás területén is, a világ többi részével. Ez pedig igényel egyfajta koncentrációt, egyfajta fókuszt a tudomány képviselőitől. Az akadémikus a Magyarul Balóval című műsorban éresen bírálta az átszervezést is, mert azzal szerinte az akadémia elveszti önállóságát. Beszélt a Corvinus Egyetem tervezett átalakításáról is. Néhány hete jelentették be, hogy Magyarország egyik legjobb egyeteme 2019. július 1-én egy állam által létrehozott alapítványhoz kerül. Ettől azt remélik, hogy az intézmény önállóbb és sikeresebb lesz. Pálinkás József szerint szó sincs önállóságról. Corvinus akkor lenne magánegyetem, ha önnek és nekem lenne néhány száz milliárdunk, és abból 10-ről azt mondanánk, hogy ezt betesszük a Corvinus alapítványba, ön is, én is, és akkor az egy magánegyetem lenne. Így ez nem magánegyetem, ez így állami magánegyetem. És nem értem a működési módot, és 2019-ben azt állítják, hogy ennek alapítványi formába kellene működnie. Pálinkás József akadémikus mindenről bővebben beszél ma este a Magyarul Balóval című műsorban.